Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Pénteken a Megyeháza dísztermében rendezték meg a 16. megyei Príma Gálát. Az ünnepi esemény egyik díjazottja is vendégünk lesz ma, előtte azonban tekintsék meg műsorunk teljes kínálatát. Fejlesztések rakamazon, intézményeket korszerűsítenek energetikailag. Agrárfejlesztés, új üzemcsarnokot adtak át Beszterecen. Elismerés, megyei Príma díjas Boronkai Ferencné botanikus. Néhány nappal ezelőtt egy új parki sétányt adtak át a Kálvária Park területén, Rakamazon. A településen hamarosan újabb fejlesztések valósulnak meg, több intézmény épületét korszerűsítik energetikailag. Ez azért is fontos az önkormányzat számára, mert az energiaválság miatt itt is szükség volt különböző intézkedések bevezetésére. A részletekről Bodnár László, Rakamaz polgármestere számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük talán a parki sétánnyal. Milyen finanszírozásra, milyen program, projekt keretében valósult ez meg? Rakamaz Város Önkormányzata 2021-ben nyújtott be pályázatot a Tisza tér Líder Egyesülethez, parki sétány és hozzá kapcsolódó kiegészítő építmény létesítésére. A maximális összeget megnyerte önkormányzatunk, ez 10 millió forint volt. Ahhoz, hogy ez a több mint 300 négyzetméter nagyságú parki sétány, több mint 40 négyzetméter nagyságú fedett kerékpártároló, közösségi tartózkodásra alkalmas építmény elkészüljön, illetőleg 20 kandelláber telepítése megtörténjen, ami a beruházásnak a világítását fogja biztosítani. Ez viszont 18 millió forintba került. Tehát önkormányzatunk saját forrásból még 8 millió forintot hozzátett. Ez a beruházás kapcsolódik a 2019-ben már az önkormányzat által ezen a Kálvária Park területén megvalósított játszó térhez. Tehát így egy több mint 30 millió forint összegű beruházás van már ezen a területen, és található ott egy emlékpark is, ami a várossá nyilvánításunk 20. évfordulója alkalmából alakított ki az önkormányzat, tehát szépül a terület. Mi volt a cél ennek a közösségi térnek a fejlesztésével? A szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területnek a kialakítása, ahol, tehát nem csak, hogy a települési épített környezetünk szépüljön, hanem hogy az itt lakók a szabadidejüket aktívan és minőségileg is pozitívan tudják eltölteni, amellett, hogy az ide látogatók is be tudnak térni a parki sétányhoz, illetőleg a Kálvária Parkban is egy rövidebb sétát, túrát, illetőleg az itt lakók egy aktívabb sportolást is meg tudnak itt ejteni, hiszen a kialakított sétány nem csak sétára, gyalográsra alkalmas, hanem egy laza futásra is. Alkalmas ez közösségszervezésre is, vagy akár a településnek a nagyobb rendezvények számára? Természetesen alkalmas. Ezen a szabadidő területen, a Kálvária Parkban szokott sor kerülni a gyermeknapi rendezvényre. Ez maximálisan alkalmas több száz embernek a befogadására, és ehhez próbáltunk hozzájárulni azzal, hogy eddig a játszóteret, tehát kicsiknek építettük, most már a felnőttekre is gondoltunk, és ezáltal felnőtt gyermek együtt tudja használni aktívan ezt a területet. Úgy tudom, egy életfát is megépítettek, ami viszont az egészen kicsikről szól. Így van, 2019-ben az önkormányzatunktól eredt az a kezdeményezés, hogy a legfiatalabb városlakókat köszöntsük jelképesen, életfaültetésével. Ez ebben az évben is megtörtént, de 2022-ben született gyermekeknek a tiszteletére, emlékére ültettük el a parki sétány beruházás átadásával egy időben ezt az életfát. Én azt kértem, hogy ha arra járnak szülők a gyermekükkel, akkor, hogyha a gyermekek felnőnek, akkor mutassák meg nekik, hogy ez az életfa
ez az ő tiszteletükre, emlékükre lett ültetve, illetőleg kértem, hogy közösen vigyázzunk rá nem csak az életfára, az elültetett növényekre, hanem a megépített beruházásra is, hiszen mind a növény az egy élet, az egy emlék, tehát közös felelősségünk van azzal, hogy gondozzuk. Mennyire fontos Rakamas számára, hogy élhető legyen a település? Minden településnek nagyon fontos, hiszen az határozza meg, hogy az ott lakók hogy érzik magukat. És minél élhetőbb egy település, annál jobban érzik az ott lakók magukat, annál inkább fogja vonzani az embereket, hogy ott telepedjenek le, hiszen nekünk is fontos, hogy ne csak lakjanak ott az emberek, hanem, és ne csak dolgozzanak, hanem jól is érezzék magukat, és a mindennapjaikat örömben töltsék a településünkön. Miből tudja azt polgármesterként lemérni, hogy ez valóban így van, hogy ott tényleg jól érzik a helyiek magukat? Nagyon sok, a visszajelzésnek nagyon sok fajtája van. Legyen az, hogyha egy rendezvény van, akkor ott örömmel jönnek el, örömmel nyilvánulnak meg, és hogyha esetleg kritikát is mondanak, az is nagyon fontos, mert a véleményből abból építkezni lehet. Tehát mindegyik fajta vélemény egy építő kritika lehet, ami nekünk nagyon fontos, hiszen... Akár újabb fejlesztés is történik. Így van, hiszen én vallom, hogy mi szolgálatot teljesítünk, és a lakosságért vagyunk, és ezt a mai napig én ezt az elvet vallom. Úgy tudom, hogy az Élhető Város program keretében is sok-sok milliót költöttek. Költhetünk pontosabban. Így van, költeni. Tervezünk. 2021-ben adtuk be ezt a beruházást is a TOP Plus keretében. Ez is egy leendő uniós forrás. Ebben nem csak az, hogy 90 darab növényt fogunk telepíteni 38-as főút mentén, Rakamas településen, belterületén, és 21 térfigyelő kamerával a közbiztonság növeléséhez is hozzá szeretnénk járulni, hanem fog épülni egy szolgáltató ház, vagyis meg fog újulni egy szolgáltató ház. A jelenlegi funkciók azok, amik benne vannak az autókluptól a gazdajegyző, aki helyi szolgáltatást lát el, egy játszóház kerülne benne bele, illetőleg egy konditerem, tehát itt meg a helyi termékeknek a boltját szeretnénk megnyitni. Úgyhogy sok elképzelés van. Ez a pályázat eredményes elbírálásban részesült. 330 millió forint visszanemtérítendő támogatás áll az önkormányzat rendelkezésére. Hát abban bízunk, hogy ez az összeg elegendő lesz arra, hogy már közel egy évvel telt a tervezési, illetőleg a megvalósítási időszak között. Én csak pozitívan állok ehhez, hogy... Ami viszont most nagyon akut, az az energia helyzet, és úgy tudom, hogy energetikai korszerűsítési fejlesztéseik is történtek, illetve hát az energiaválság kezelésére különböző intézkedéseket kellett meghozni. Önkormányzatunk működése során minden évben hangsúlyt helyez az energetikai korszerűsítésre, tehát pályázatoktól függetlenül saját erőből is végeztünk már fejlesztéseket. Ami pályázatos fejlesztés volt, például a tavalyi évben 2021-ben az egészségügyi központunknak Magyar Falu program keretében történő korszerűsítése, az több mint 43 millió forintos beruházás volt. 2022. évben jött az öröm hír, hogy ugyancsak a TOP Plus pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatunk eredményes elbírálást nyert, és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete, tehát az egy épület, két óvodai telephelyünk,
47 fő idős elhelyezését szolgáló gondozási központunk, illetőleg az egészségházunkra történne napelemeknek a telepítése. Ezen felül a két óvoda épületünknek a hőszigetelése és nyílászáró cseréje történne meg ezen beruházás keretében. Az elnyert összeg ugyancsak visszanemtérítendő 100%-os támogatási intenzitású összeg, ez pedig 130 millió forint. Tehát ez egy óriási segítség az önkormányzatunknak, hiszen amellett, hogy közszolgáltatást látnak el, látunk el ezekben az épületekben, fontos, hogy minőségi közszolgáltatások legyenek, illetőleg mint akár magánszemélyt, természetes szemét, így az önkormányzatokat is érinti az energia árak emelkedése, tehát nekünk sem mindegy, hogy milyen áron, illetőleg mennyit kell kifizetni az energiáért. Tehát azt várjuk ezektől a beruházástól, hogy az energiaszámlánk az önkormányzati azért jelentősen csökkenni fog. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és mindezekről beszámolt nekünk. Én köszönöm. Európai szinten is egyedülálló talajvédelmi termékek előállítását teszi lehetővé a besztereci üzembővítés. Amint egy 500 milliárd forintos beruházással olyan lombtrágyát tudnak majd előállítani, amely a Brüsszel által elfogadott agrárökológiai programnak is megfelel. Az új üzemben előállított növénykondicionálók akár az ideihez hasonló aszály esetén is javítani tudják a növények túlélési esélyeit. Az Európai Bizottság elfogadta a magyar KAP stratégiai tervet, amit ha valaki követte a szakmából az elmúlt időszak történéseit, akkor érzékelhette azt, hogy bizony az elmúlt éveink azok alapvetően arról szóltak, hogy Szilvia által is említett környezeti válások tekintetében hol húzódjanak a határok, melyek legyenek azok az előírások, feltételek, amelyeket az Európai Unió támaszt lényegében az európai és így a magyar gazdákkal szemben is. Tehát ezeknek az erősebb környezeti és éghajlati célkitűzéseknek a megfelelés egy komoly és összetett szakmai feladat, és itt azt tudom önöknek mondani, hogy amikor ezekről egyeztettünk Brüsszelben, akkor a végén olyan tartalmi megállapodásokat kötöttünk, olyan feltételekben állapodtunk meg, amely egyszerre szolgálja ezeket a fenntarthatósági célokat, és szolgálja a magyar gazdálkodók érdekeit is. Azt gondolom, hogy ez alapvető fontosságú, hiszen mindig azt az elvet vallottuk, hogy nem büntetéssel, hanem ösztönzéssel érdemes és kell is a gazdaembert a környezeti fenntarthatóság irányába terelni. És azt gondolom, hogy ez az alapelv, ez végig kísérte és végig is kíséri a munkánkat. Viszont az, hogy új szabályok vannak, ez azért kicsit más, mint amikor 2015-ben nekiindultunk az akkori új ciklusnak. Más, és ezt azért mondom, hiszen ma is egy olyan új programról fogok beszélni, amely novum az eddigi gyakorlat, az eddigi támogatáspolitikai rendszerhez képest számos újdonságot tartalmaz. És ez a mostani időszak azt gondolom, hogy alapvetően igényli azt, hogy a magyar gazdaember előszedje a legjobb alkalmazkodó képességét, a megújulásra való nyitottságát, és valóban azt a jó értelemben vett innovatív részét, hogy hogyan lehet úgy megfelelni ezeknek a feltételeknek, hogy közben maga eredményessége nem csökkent, sőt a környezeti termelési környezeti feltételek javításával még akár eredményesebb gazdálkodást is tud folytatni. Erre pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is találhatunk jó példákat. 2017-ben épült meg a Filazonit üzeme Beszterec külterületén, 5 évvel később pedig már egy újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalkozás. Egy 500 milliárd forint értékű beruházást adtak át szerdán, amely egy kisebb csarnoképületet, benne korszerű technológiát és egy másik üzemkapacitás bővítését tartalmazta. Egy új tevékenység indult, lomtárgyagyártás, növénykondicionálás, és bizony ezt az agrárkulturális program egyébként ugyanúgy, hogy tetszik, díjazza, ösztönzi. Akkor is, ha ezek a készítmények
nem a talajjal közvetlenül összefüggésben adnak töbletet, hanem alapvetően növényünket segítik és kondicionálják, vagy jelentenek pótlagos tápanyag utánpótlást a maguk módján és maguk eszközeivel, de mégiscsak a másik oldalon stressztűrőbb növényeink lesznek, a másik oldalon javul a tápanyagfelvétel ezeknek a növényeknek, mégiscsak ezzel a tápanyag utánpótlással adott esetben csökkentenet a műtrágya használatot, tehát mind-mind olyan hozzáadott értéket jelentenek, amelyek szintén az agrárekológiai programban díjazható, jutalmazható és olyan gyakorlat, amelyet ösztönözni szeretnénk a gazdálkodóink körében. Úgyhogy ezért fontos az tehát, hogy itt ma egy olyan üzemben vagyunk, egy olyan üzem átadásán, ami ezt a uniós szinten elvárt, a gazdálkodási érdekekkel összhangban lévő elváráshoz szükséges inputanyagot tudja a magyar piacon is adott esetben más uniós ország, vagy más piacokon is kiszolgálni. Magyar szakemberek alkották meg azt a minőségi növénykondicionálót, amely jelenleg európai szinten is egyedülálló. Ezzel a rendszerrel talajkondicionálót, növénykondicionálót és lomtrágyákat fogunk tudni előállítani. Úgyhogy ha most nézzük például a most jövő évben bejövő agrárökológiai programot, amit ugye most fogadott el Brüsszel, akkor ezekre a termékekre a termelőknek a programon belül is szükségük lesz. De hogyha megnézzük az elmúlt éveknek az éghajlati változásait, hideg-száraz tavaszokat, akkor egyszerűen ma már növénykondicionáló nélkül például nem szabad termelést folytatni, mert olyan stressz hatásoknak van kitéve a növény, amelyet valahogy csökkenteni kell. És ezek a készítmények például ezekre is jók lesznek. A másik pedig ugye látjuk a műtrágya árválságot, vagy a gazdasági válságot, tehát ugye mind a nitrogén, mind a foszfor, mind a kálium műtrágyák nagyon magas áron lesznek, és vannak is jelen pillanatban is. Úgyhogy mi arra törekedtünk, hogy úgymond ilyen finom hangolást végezzünk. Az új gépekkel a nitrogén, a foszfor és a kálium talajban kifejtett hatékonysága is növelhető. Sőt, akár egy olyan aszályos időszakban is tudja enyhíteni a növény által elszenvedett károkat, mint amilyen az elmúlt hónapokban sújtott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Ami az alap tevékenységünk volt, ugye a mikrobiológiai készítmények, baktérium készítményeknek a gyártása és kutatása, ugye itt egy erőteljesebb gyökérzetet tud nevelni a növény, nagyobb kiterjedéssel, ezáltal ugye a vízmegtartó képessége, vagy a tápanyag felvevő képessége is sokkal jobb lesz a növénynél. Azt látjuk, hogy ugye ezen készítményeknél legalább 3-4 héttel kitolódik az az idő, amit mondjuk egy szájos időszakban a növény túl tud élni. Természetesen ugye ez az év az megmutatta, hogy tehát ezt már semmi nem tudja túlélni. Tehát a víz nélkül nincs élet, nincs növénytermesztés. De az is igaz, hogyha az általános éveket nézzük, akkor azért az 1-2, maximum 3 hónapos aszályos időjárási viszonyokat a növények a készítményeink használatával azért túl tudják élni, és megfelelő terméshozamot tudnak hozni. A baktérium készítmények az azt mondom, hogy minden egyes növénynél szükségesek. Természetesen ott vannak speciális, akár szója, akár borsó, akár lucernás készítmények, meg vannak olyanok, amit repcénél, meg napraforgónál jobban tudunk hasznosítani, és vannak speciálisan ugye kukorica és búza vonatkozásában is. És hát mai napon lesz bejelentve olyan készítményeink, amelyek például a nitrogénkötést vagy a foszforfeltárást fogják még jobban elősegíteni a növények számára. És a lomtrágyák vonatkozásában pedig ugye az új eszközünk az egyedi speciális receptúrákat is fog tudni készíteni, tehát növényspecifikus lomtrágyákat meg készítményeket is fogunk tudni előállítani. Az innováció folyamatos, a cél, hogy úgynevezett 360 fokos szolgáltatást tudjanak biztosítani a termelőknek. A fejlesztések továbbra is a talaj állapotának javítását és a biológiai növényvédelmet helyezik a fókuszba. Ehhez akár az agrárökológiai program is tud segítséget nyújtani. Nagyon fontos az is, hogy megkülönböztetjük, minél több gazdálkodó hozzáférjen ehhez a környezeti támogatási programhoz. Szántóra, gyepre, ültetvényre külön-külön határoztunk meg különböző előírásokat, amit teljesíteni lehet. És ezek, majd még látni fogjuk, ezek az előírások, hát vannak erősebbek és gyengébbek, hiszen vannak, amelyek jóval nagyobb többletköltséggel, vagy adott esetben nagyobb hozamcsökkenést eredményezve érhetőek el, meg vannak olyanok, amelyek kevésbé, és bizony, mondjuk azt, hogy a kevésbé falsiósabbból mondjuk kettőt kell bevállalni, míg a komolyabbakból pedig egyet. Az is fontos, hogy
lényegében van egy küszöbb szint, tehát hogy alapvetően 5 hektár szántó és gyep esetében 5 hektár felett értelmezhető ez az agrárökológiai program. És hát változás lesz abban is, és ez is egy fontos dolog, és ez azért várható volt környezeti feltételek erősödésével, hogy a környezeti feltételeket hát ellenőrizni kell, monitoringozni kell, annak a javulását ki kell mutatni. És hát bizony itt majd az elektronikus gazdálkodási napló, az egy nagyon fontos és alapvető eszköz lesz. Ennek a szabályait most készítjük elő, ennek része majd a permetezési napló és sok más is, és azon dolgozunk, hogy ez főleg a kezdeti időszakban egy minél egyszerűbben, minél könnyebben, de ugyanakkor a célnak megfelelően vezethető, művelhető legyen. Tehát azért ezekre is készülni, tanulni kell. És hogy miről beszélgetünk? Mi úgy számolunk, hogyha a magyar gazdálkodók az agrárökológiai programban 2,5 millió hektárnyi területtel jönnek be, akkor az a gyakorlatban nagyságrendileg 147 eurósra becsült mostani alaptámogatási szint felett egy 80 eurós hektáronkénti fajlagos támogatást jelent. Ez mozoghat, aki részt vesz terméshez kötött támogatási konstrukcióban, az tudja, hogy annak a konkrét éves mértéke, hogy mennyit kap forintban, illetve euróban, még előtte és utána az árfolyamtól függően forintban, az attól függ, hogy éppen hány állattal vagy hány hektárral vannak bent egy adott kultúra esetében. És itt hasonló lesz a felállás. Tehát ha több hektárra jönnének be a gazdálkodók, akkor ez akár lemehet 65 euró per hektárig. Ha kevesebb, tehát a 2,5 millió becsült területnél kevesebben jönnének be a gazdálkodók, akkor pedig 105 euró per hektárban van ennek a plafonja. Magukat az előírásokat úgy állítottuk össze, hogy igyekeztünk tanulni és választani a tapasztalatait az elmúlt időszak zöldítési gyakorlatának és az elmúlt időszak agrárkörnyezetgazdálkodási gyakorlatának. Az alapvető szempont volt, hogy olyan gyakorlatokat válasszunk, amelyek a magyar gazdálkodók által ismertek, alkalmazhatóak, kivitelezhetőek a gazdálkodási gyakorlatban, de ugyanakkor viszont környezeti szempontból is hasznosak, hiszen ezért tegyük hozzá, hogy ezt a programot a bizottság nem fogadta volna el, hogyha ezek a gyakorlatok nem minősülnek igazoltan, tudományosan alátámasztottan is környezetileg hasznosnak. Pénteken tartották a 16. megyei Prima gálát. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Prima díjat vehetett át Boronkai Ferencné botanikus. Vendégünk a stúdióban a díjazott. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok én is! Szívből gratulálok mindenek előtt a díjhoz. Én azt gondolom, hogy ez egy irigylésre méltó és csodálatos életpálya megkoronázása, ez a díj. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a gratulációt is. És soha nem is gondoltam arra, hogy azért dolgozok, vagy dolgozunk együtt a munkatársakkal, hogy ezért jutalom jár, és most ez nagyon nagy meglepetés volt, és hát nagyon örültem, és nagyon boldog vagyok. Hát amikor valakinek maga a munka a jutalom, mert az élmény az, hogy ezt teheti, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb ajándék az életben. Mielőtt erről az életpályáról beszélünk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy honnan gyökerezik ez a növény szeretet. Most az utóbbi 5 évben nagyon sok előadást tartottam, sok helyre hívtak, és akkor itt a legendás növényekről, a növényi csodákról, és akkor úgy szoktam bemutatkozni, hogy több generációs nyíregyházi családba születtem. Édesanyámnak az édesanyja, tehát anyai nagymamámnak a Sóstóhegyi szőlőskertjébe, és azóta immár 8 évtizeden át növények kísérik az életemet, és növényekkel együtt élek. Tehát talán ez egy küldetés a számomra, hiszen ott gyerekként nagyon sok mindent megtanultunk a nagymamától. Nekünk a nyár ott telt el, és ahogy cseperedtünk, úgy kerültünk egyre jobban bele a munkába, és láttuk azt, mint ahogy a nagymamám is mondta, hogy amit megtermelünk, sokszor az kenyérként majd átváltódik, és kerül az asztalra.
És ő mondta azt a három mondását, ami én mai napig is ebből élek, és próbálom továbbadni, és ez adott erőt, hogy ő elmondta azt, hogy ha a környezetünkbe bekerül egy tárgy, akkor annak helye legyen, azt tisztán kell a helyére tenni, és azt akkor is meg kell találni. Ez azt jelenti, hogy rend van körülöttünk, nincs keresgélés, illetve hát a fejünkbe, és akkor ezek szerint rendnek kell lenni. A másik dolog az volt, hogy gondoljuk végig, ha valamit elkezdünk, de ha elkezdtük, bármilyen nehézségekbe is ütközünk, de azt be kell fejezni. És a harmadik dolog pedig az volt, hogy három dolog, ők itt tartották, nem tér vissza a mai nap, a kilőtt nyíl, illetve a kimondott szó. Tehát nagyon gondoljuk meg, hogy mit ejtünk ki a szánkon, és ez adott nekem erőt ahhoz, főleg amikor már a botanikus kert építése elkezdődött, hogy sokszor nagyon-nagyon nehéz volt ez a pálya. Tehát ugye van, akinek megadatik, hogy sétál. Hát én sokszor volt, hogy le is térdepeltem, de amit elhatároztam, és a munkatársakkal elhatároztuk, és azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok szeretetteljes támogatás is vett bennünket körbe, akkor mi azt válvetve a lehetetlent is megoldottuk. Nem is volt az egy percig se kérdés, hogy hivatásszerűen választja ezt a pályát, Ági néni? Nem, ez adva volt, én szerintem. Annyi csodát kaptunk már gyerekkorban is, ott a szőlőskertben, utána meg, hát én is a növényeket, ahogy mentem, szereztük be, úgy tanultam én is, mert hogy egy diplomával az ember megtanulja, de amikor tudtam már, hogy most épül a trópusi ház, és a tananyagba milyen növények szerepelnek, akkor mentem, és akkor tényleg Magyarország összes kertjeibe, illetve a határon túl Kassa, Kolozsvár és Ungvár, akkor már, ha nem is annyira, de tudtam, hogy mit szeretnénk, mert abba égövbe azok a növények találhatók, és hát nagyon nagy élmény volt, mert többek között a szágú növénye, ami az esőerdő és dinoszaurusz kora óta élő növény, az sikerült megszerezni, és a Kassai Botanikus Kertbe 18 órán keresztül jöttem-mentem úgy, hogy ott nem engedtek át, akkor visszamentünk, akkor megint lepecsételték, megint kibontották, de hazahoztam, és hát Magyarország legszebb férfiú, azaz apuka porzós szágója, az itt látható, a ma már 50 éves botanikus kertben. És hogy én ezt megéltem, 2500 növényt gyűjtöttünk össze, meggyűjtöttem, mert ebben nagyon-nagyon sok kilométer van, hogy mentem, jöttem, kértem, koldultam, könyörögtem, gyűjtöttünk, de amikor a tőzikébe több ezer a tópartján, és ott a vizes részen virágzik, hát azt a mosolyt, kacajt, az obodásoktól kezdve, felnőtt látogatóig, hát azt nem lehet elfelejteni, és az mindent kárpótol, minden nehézségért, hogy volt értelme, mert csak adni, adni, adni szerettem volna egész életemben. Mi volt a fontosabb, a növények beszerzése, ültetése, ápolása, vagy az oktatás, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek beüljön ez a növény szeretet, és tovább tudják vinni azt, amit elkezdett? Mindig volt olyan növény, amit be kellett szerezni, kakaó, hát olyan nehézség volt, vanília, nehézség volt, kávécserjék, papírussás, cukornád, tehát mindig hajtott, mert tudtam, hogyha azt fogom bemutatni, vagy azt fogom mesélni, megtanítani, akkor az olyan élmény lesz, hogy azt
vinni fogják magukkal, és vissza fognak térni. És akkor már újabb és újabb mesét tudok nekik elmondani. És hát ebben egy főiskolai hallgatónak egy növényhez úgy 15 mondatot mondtam, szigorúan a tananyag által előírt mondatokat, de a kicsiknek meséltem. És már ők úgy jöttek vissza a nyílt napra, hogy hozták a szülőket, nagyszülőket, és már ők vezették oda a növényhez. Hát ettől nagyobb öröm, boldogság, és talán még egy, hogy gyerekeim, pedig nagyon sok utam volt, nagyon sok ügyelet volt hétvégek, ünnepnapokon, soha nem kérdezték, hogy édesanyja, miért fontosabbak a növények, mint mi, de velem együtt örültek minden sikernek és az én boldogságomnak, úgyhogy egy nagyon szép család van mögöttem, 4 generáció, és ez talán ami azért az egész életemben mellettem volt és erőt adott mindenhez. Ági néni, én további nagyon jó egészséget és aktivitást kívánok sok-sok éven keresztül, hogy sokáig tudjon gyönyörködni a hosszú életpálya munkájának a gyümölcseiben. Köszönöm szépen, és még egyszer szívből gratulálok. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget, mert megint egy kicsit talán adhattam. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, amikor újabb Prima díjast mutatunk be, de az ingatlan piac változásaival is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!